Alkohol, petárda, közlekedési balesetek, fokozott készültségben a mentők. Bulik vacsorával vagy anélkül 5000-től indulnak az árak 10000 fölött teljes menüvel. 2017. januárjában alakult újjá a PTR Peac birkózó szakosztálya. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják december 29-én pénteken, tartsanak velünk! Vasárnap szilveszter lesz, nem csak az alkoholfogyasztás, de a baleset veszély is megnövekszik ilyenkor. Vigyázzunk a petárdákkal és a karácsonyfa gyertyával is, a jó hangulat sokszor életveszélyt okozhat. A mentők is felkészültek a vészhelyzetek orvoslására. A megszokott ügyelet mellett plusz mentőkocsi végzi a szolgálatot. Szilveszterkor a mentők számolnak a szokványos hétvégi esetekkel is, rosszul létekkel, kisebb-nagyobb balesetekkel. Azonban ilyenkor fokozott kockázatot jelent az alkoholos befolyásoltság alatt előforduló baleset, mondja dr. Sádi Ferenc, a Pécsi Mentőszolgálat mentőorvosa. Akár legyen ez háztartási sérülés, üvegbeesés, ne adj Isten verekedés, tehát valamiféle erőszakos cselekmények az alkohol miatt. Emellett petárda nem megfelelő használata, illetve kontroll nélküli használata, ez lehet, hogy az ittasság vagy a felelőtlenség miatt. Emellett a sokkal több a ilyen közterületen elfekvő, tehát akár magányosan elfekvő alkoholos befolyásságú ember. Ugyan nem mond hideget a meteorológia, de a kihűlés az egy ilyen körüli, ilyen fokok körül is előfordulhat, ráadásul nem csak közterületen lehet kihűlni, hanem bizony egy lakásban magára hagyjunk egy olyan szemét, aki akár beteg, akár ittas, és nem megfelelő a fűtés, simán ki lehet hűlni, tehát ezekre számítani kell. A petárda által történt sérülés nagyon veszélyes is lehet. Kéz, arc, szemlátja kárát a felelőtlen játéknak. Amíg az orvosi segítség megérkezik, magunk is tehetünk némi óvintézkedést, elsősegélynyújtást. A petárdákkal kapcsolatban nagyon sokszor égési sérülések, illetve roncsolásos sérülések. Nehogy Isten, amikor arc, tehát az arc, szájüreg, illetve a szem sérülései. Hát itt az első segélyben nyilvánvaló, hogy akár az égés hűtése, akár egy szemsérülésnek a lefedése, mind a két szem lefedése, nem kell megpróbálni semmiféle szilánkot eltávolítani a szemből, tehát mind a két szemet le kell fedni, nyugalomba helyezni a sérültet, és hát remélhetőleg megfelelő időn belül odaér a mentő. A közlekedési baleseteknek ilyenkor nagy a rizikója. Többféle szer hatása alatt ülhetnek autóba és kormány mögé a szilveszterezők, ami persze tilos és büntetendő. Az ilyen mámoros állapotban nincs kontrollja a személynek. Reflexkiesés, sebesség túlépés miatt fokozottan kell a mentőknek közúti balesetekre számítani. A pécsi mentők plusz mentőautóval állnak szilveszteri ügyeletbe. Módosul a kulturális területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogállásáról szóló kormányrendelet. Az egyes kulturális alkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges feltételek módosítása lehetőséget teremt a munkáltatók számára a minőségi munkavégzés nagyobb elismerésére. Az előmenetelre vonatkozó várakozási idő csökken, és egyszerűsödik a vezetői megbízásokkal kapcsolatos eljárás és feltételrendszer. Az új szabályozás felmenő rendszerben lép életbe, azaz 2018. január 1-jét a jogszabály hatályba lépését követően kiírt pályázatok vagy létesített jogviszonyok esetén kell majd alkalmazni. Vacsorával vagy vacsora nélkül is igénybe vehetők a pécsi vendéglátóhelyek szilveszteri ajánlatai. Van, ahol békebeli bulit tartanak, a monarchia hangulatát megidézve. Van, ahol malac sült és lencse saláta várja a vendégeket éjfél után. Az árak 5000-től indulnak vacsora nélkül, de akár hétfogásos menüsort is kaphatunk szilveszterkor 20000 forint alatt.
A békebeli szilveszter kifejezés azt akarja, hogy egy ilyen monarchia korabeli hangulatot próbálom megteremteni. Elsősorban az étel és itel választék lesz ilyen. Olyan klasszikus ételeket próbáltunk meg étlapra tenni, mint a tálfelspritz, vagy egy hagymás rostélyos, egy flódni. Ezek egy picit újra gondolva, egy picit átalakítva, de mindenképpen egy izgalmas hétfogásos menüsor várja vendégeket, és ehhez kínálunk olyan borokat, amik az egykori monarchia különböző utódállamaiból származnak, tehát tényleg itt Ausztriától Romániáig, vagy Horvátországtól Szlovákiáig lesznek különféle borok, természetesen azért a hangsúly a magyarokon lesz, hiszen azokat kedveljük a legjobban. És hát a békebeli az nem jelenti azt, hogy akkor sem éltek vígan az emberek, úgyhogy lesz természetesen zenei kínálat is, lesz jó hangulat, és hát amit mi mindenképpen szeretnénk kihangsúlyozni, hogy azért a város egyik legszebb panorámája, mi ingyen kínáljuk az összes pécsi tűzijátékot, tehát tőlünk mindent lehet látni, ami majd a városban történik, reméljük, hogy nagyon szép idő lesz, és hogy élvezni fogják ezt a kilátást a vendégeink. Vendégünk a stúdióban Komlós Attila, Dunadráva Nemzeti Park marketing és kommunikációs menedzsere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Évvégén egy picit értékelünk, és hát így történik ez a Dunadráva Nemzeti Park esetében is, és egy kitekintést is teszünk majd a jövő évre, hiszen ebben az évben olyan beruházások indultak be, amik aztán majd a túrázókat segítik, a természetjárókat segítik. Pontosan, az idei évben is már a megszokottaknak megfelelően zajlottak a programjaink, szakvezetéses túrák, jelvénygyűjtő túrák voltak, igyekeztünk minél több természeti értéket megmutatni a nagy közönségnek, úgyhogy közben próbáltunk egy kis szemléletmód formálást is belevinni a dologba. Értem ez alatt azt, hogy a védett természeti területeken hogyan viselkedjünk, ne szemeteljünk, mire figyeljünk oda, ne gyűjtsünk virágokat, vagy egyéb védett növényeket, állatokat, hanem inkább csak fotózzuk le, és az emlékeinkben vigyük őket haza. Ugyanezt a szemléletet szeretnénk folytatni a jövőben is természetesen hasonló programokkal, de hát ennyire nem mennék előre, hiszen a kérdés az volt, hogy mi minden zajlott ebben az évben. Olyan projektek vették kezdetüket, illetve projektek megvalósítása, ami egyrészt a természetvédelmi tevékenységet szolgálja, tehát három állattartó telep korszerűsítése, bővítése indult meg az idei év folyamán, ami a turisták számára úgy lesz majd érdekes, hogyha ellátogatnak az adott helyszínre, akár a Dráva-Szentesi, Dráva-Kapu bemutató központba, vagy Nagy Dorogra, vagy Nagy Bajom környékére, tehát most itt Tolna és Somogy között ugrálok, akkor ott láthatják azokat az új karámokat és olyan felszereléseket, amelyek a természetvédelmet szolgálják elsődlegesen, de ha már ott járunk, akkor mindenki számára az állatok megtekintése az egy nagy élményt nyújt, és most már kicsit méltóbb formában, korszerűbb formában a régebbi már elhasználódott létesítmények megújulásával lesz megtekinthető. A kerékpáros túrázást is segítik, és hát itt Baranyában erre nagy hangsúlyt fektetnek, nem csak az önök részéről, hanem más szervek részéről, és hogy áll ilyen szempontból a Dunadráva Nemzeti Park? Köszönöm a kérdést. A terület, mondhatjuk azt, hogy ideális a kerékpáros túrázás számára a földrajzi, domborzati adottságokat tekintve. Az infrastruktúrális adottságok még hagynak némi kívánivalót maguk után, de ilyen téren is zajlanak azért szépen lépésről lépésre a fejlesztések. Itt a Dunamenti, illetve főként a Dráva-menti Euróveló útvonalakat emelném ki, és hogyha már itt tartunk, akkor hamarosan kezdetét veszi majd Szaporcán az Ősdráva látogató központban egy ilyen irányú fejlesztés is, ahol a vándorokat, a kerékpáros túrázókat és a kenusokat is egyébként új szolgáltatások fogják majd várni. Itt zuhanyozóra kell gondolni, olyan pihenő létesítményre, ahol a hosszú, akár több napos vagy több hetes túra során megpihenhetnek, feltöltődhetnek, kikapcsolódhatnak, és természetesen lehetőségük nyílik arra, hogy megismerjék a terület élővilágát, természeti kincseit, hagyományait, az ormánság néprajzát is. Szálláshelyek vagy egyéb olyan lehetőségek, ahol meg tudják húzni magukat a turisták, ha netán rossz idő van, vagy olyan jóléti szolgáltatások, amik
például a zuhanyozást említette, ilyeneket igénybe vehetnek ezen a területen, vagy van-e erreféle fejlesztési terv? Vannak ilyen lehetőségek, de azt el kell mondani, hogy eddig inkább a kis létszámú kutató társaságok, vagy családok, baráti társaságok tudtak szállást igénybe venni a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság szolgáltatásait igénybe véve. Elsősorban Somogy megyében Dráva menti helyszínekre gondolok, viszont most indul be az új esztendő első napjaiban már egy komoly fejlesztés, egy 50 fős turista szállás épül Szaporcán. Ez az Ősdráva látogatóközpont részeként fog megvalósulni, és úgy érezzük, hogy ez egyrészt enyhíteni fog az ormánság szállás kínálatának szűkösségén is, másrészt pedig olyan szempontból is fontos lesz, hogy a Nemzeti Park Igazgatóság kínálata bővülni fog egy új lehetőséggel, és bízunk benne, hogy így a vendégek tartózkodási ideje is növekedni fog a régióban. És visszautalnék már egy elhangzott gondolatra, hogy valóban itt nagyon fontos az együttműködés a különböző partnerekkel, szolgáltatókkal, önkormányzatokkal, mert csak úgy lehet elérni igazán hatékonyan a céljainkat, hogyha ha gördülékeny és hatékony együttműködés zajlik az érintett felek között. Közeledik ugyebár a szilveszter, és hát van, aki a szilveszter környékét, vagy az új év első napjait szeretné a természetben, szabadban tölteni, meg hát ilyen sűrűségű ünnep, dömping után, hogy mondjam, jól esik egy picit ki menni a szabadba, szabad levegőre, a természetbe. Van erre lehetőség az önök szervezésében, vagy ezzel még egy picit várnunk kell? A szervezett programjaink most nincsenek. Ugye a korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy ilyenkor jobban szeretnek családdal, baráti társasággal kirándulni az érdeklődők, és így ebben az időszakban nem szerveztünk programokat. Amit mondok, és itt meg is ragadom a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy a kiépített turista útvonalak, tanösvények szabadon látogathatók a védett területeken is, úgyhogy itt nem szükséges semmiféle előzetes engedélykérés vagy bejelentkezés. Az a kérés egyrészt balesetvédelmi okokból, másrészt pedig a természetvédelem szempontjaiból, hogy ne térjenek le a kijelölt útvonalakról. Bemutató helyeink pedig részben nyitva vannak, részben pedig ilyenkor az ünnepek alatt zárva tartanak. Január 2-ától már a megszokott téli nyitvatartási rendszerint működik az Abaligeti barlangtól kezdve a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyig minden létesítményünk. Érdemes a honlapunkat megtekinteni, mert eléggé változatos itt a téli időszakban a nyitvatartás, hogy hol éppen mi tart nyitva. No, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és jövőre is egy ugyanilyen tartalmas, igazán értékes évet kívánok önöknek, és hát azt, hogy minél többen látogassanak az önök programjaira, kiállító helyeire. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást, és én is boldog új esztendőt kívánok minden kedves nézőnek. Boldog évet. Január 2017 januárjában alakult újjá a PTE PEAC birkózó szakosztálya. A legkisebbektől a felnőttekig minden korosztályban vannak versenyzők az egyesületnél. A cél, hogy újra a birkózás egyik fellegvára lehessen Pécs. Pécsett az 1980-as évekig 5 birkózó szakosztály működött, melyekben több száz igazolt versenyző sportolt rendszeresen. Ezek az elmúlt 25 évben lassan megszűntek. Néhány lelkes edzőnek köszönhetően a sportág csírái mégis megmaradtak a városban. A közelmúltban a PEAC felkarolta a birkózást, és 2017. január elején megalakult a birkózó szakosztály. Kiskoromban itt tanultam meg gyakorlatilag járni, mivel apukám volt az edző, de versenyszerűen körülbelül 8 éves sportoló. A birkózás már nem csak a fiúk kiváltsága, Pécsett is egyre több kislány választja ezt a sportágat. Szolimán Jászmin a közelmúltban nemzetközi versenyen Lengyelországban lett bronzérmes. 6 hónapja birkózom, az öcsém kezdte, és azt bejöttem, hogy melegítek. És akkor mondta az egyik edző, hogy mi lenne, ha birkóznak. És nagyon megtetszett, amikor elsőre bementem, és akkor kipróbáltam ezt a sportágat. Ahhoz, hogy a fiatalok ezt a sportágat válasszák, meg kell szerettetni velük, vallják az új szakosztályban. Ezért toborzókat is tartanak, hogy az általános iskolás korosztállyal is megismertessék a birkózás alapjait. Tulajdonképpen arról szólt az egész, hogy merjünk egy nagyot álmodni. Annak idején Pécs joggal lehet büszke a hagyományokra, milyen birkózók voltak itt, próbáltuk ezt a hagyományt
követni. Álmodtunk egy nagyot, hogy talán újra az a fellegvár lehet Pécs, újra amilyen volt a 70-80-as, 90-es években. Kuller József úrral, a Megyei Birkózó Szövetség elnökével leültünk, hogy a dolgi feltételeken kívül mire lenne még szükség. Hamar rájöttünk, hogy gyakorlatilag a szakmai piramis csúcsát kellene igazolnunk, szerezni egy megbízható, egy ambiciózus szakembert, és akkor így esett a választás a Garambőri Gáborra. Gyakorlatilag az elején ez volt a komoly feladat, összerakni, újra otthonunk legyen, minél több helyre eljusson a birkózás, minél több gyerekkel megismertessük ezt a szélsportot. A szakosztály intenzív fejlődése nélkülözhetetlenné tette főfoglalkozású edző alkalmazását, akinek két mellékfoglalkozású edző segíti a munkáját. Először is egy pályázatot írt ki a PEAC birkózó szakosztály, hogy vezetőedzőt keresnek, és én azt pályáztam meg, és mint később kiderült, meg is nyertem. Egyébként Budapestről érkeztem a Csepeli Birkózó Klubból, ahol szintén vezetőedzői pozíciót töltöttem be. És hát úgy tájékoztattak, hogy itt a birkózásnak az őrlángja maradt meg mindössze, és ezt külön kihívásnak tekintettem, mind a toborzó részét, mind pedig a szakmai dolgokat, ami ráfér most a pécsi birkózásra. A vezetőedző két célt fogalmazott meg a 2018-as évre. Egyrészt azt, hogy a diák korosztályban el tudjanak indulni a csapatbajnokságon, másrészt, hogy a felnőttekből is ütőképes csapatot alkossanak, aminek a gerincét azok az egyetemisták alkotják majd, akik bekapcsolódtak a munkába. A rendőrök 4 órán belül beazonosították és elfogták azt a pécsi férfit, aki terrortámadásról tett bejelentést a rendőrségre. Telefonfülkéből hívta egy férfi a rendőrséget december 28-án Pécset, aki azt mondta, hogy terrortámadás lesz Magyarországon. A férfi a bejelentése során trágár szavakat használt, majd közölte, hogy 2-3 héten belül terrortámadás lesz Magyarországon. A rendőrök rövid időn belül beazonosították, majd néhány órával később elfogták a 30 éves helyi férfit, és kihallgatták gyanúsítottként. A férfi ellen a pécsi rendőrkapitányság közbeszéllyel fenyegetés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást. A Melitta Szabadidő Sportegyesület idén is, immár 30. alkalommal megrendezi szilveszter délelőttjén a hagyományos kertvárosi futóversenyét. Fussunk még egy jót 2017-ben, búcsúztassuk ismét együtt az új évet, mint hagyományosan már 30 éve jelmondattal. A futóverseny rajtja 11 órakor lesz a Pécs Pláza 3-as számú kapujánál. A rendőrség felhívása szerint ideiglenes forgalomkorlátozás lesz. A hatóság azt kéri, hogy a korlátozás miatt a szokásosnál is körültekintőbben közlekedjenek. Irodunk végén fontosabb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Alkohol, petárda, közlekedési balesetek, fokozott készültségben a mentők. Bulik vacsorával vagy anélkül, 5000-től indulnak az árak, 10000 fölött teljes menüvel. 2017. januárjában alakult újja a PTL PEAC birkózó szakosztálya. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm egész éves figyelmüket, boldog új évet, viszontlátásra!